Hogy lehetséges az, hogy a Fidesz támogatottsága folyamatosan emelkedik? Sok a patkány Magyarországon. Ha már a patkány téma felhúzódott itt Budapesten, és nem csak Budapesten. Jó, és ennek nem mi csak, az áthallása? Hát mindenki úgy gondolja, ahogy akarja. Kapcsolj már ki. Ja? Kurva erős kép lenne, hogy lefekszünk a lépcső elé, és talkorra rakjuk a kezünket. Ezzel az ötlettel állt elő az MTV a székházában hétfőn a szocialista Bangoni Borbé Ildikó. Teljesen ki vagyok készülve, hogy valamikor majd a gyerekeim ezt a képet látni fogják. Majd a jelenet végén a politikusok felálltak és egymás nyakába borultak, ölelgették egymást. 35.611 fő. Mikor kérnek bocsánatot a gyilkos járványkezelésükért? Tegnap volt 17 éve, hogy ön az egyik arca volt annak a kampánynak, amelyben magyar ellenút uszítottak. Azt írták a plakátra, hogy felelős döntés, tisztelt képviselőasszony. Az lenne a felelős döntés, hogyha legalább 17 év és egy nap után elnézést kérne a magyar emberektől. Ezúttal Bangóné Borbé Ildikó küldött helyesírási hibáktól hemzsegő levelet a miniszterelnökséget vezető miniszternek. Orbán Balázs elmondta, a képviselő otthoni munkavégzésről szóló levelét megmutatta egy nyelvtanárnak, aki a képen látható hibákat találta benne. Nem ez az első eset, hogy Bangóné Borbé Ildikónak meggyűlik a baja a helyesírással. Pártársával, Kunhalmi Ágnessel tavaly februárban táblákkal jelentek meg a mentelmi bizottság ülése előtt. Az azokon szereplő mindössze 3 soros szöveget azonban nem sikerült súlyos helyesírási hiba nélkül megalkotniuk. A folytani szót ugyanis elipszilonnal írták. Ön még 2014-ben azt mondta, hogy paraszt gyereknek született. Parasztnak születni nem szégyen, de parasztul viselkedni. Igen, miniszter úr. Nem tudom, hogy az ön férje büszke arra, hogy ön képviselő és a parlamentben ilyen hangnemben szólal meg és beszél, azt önök majd megbeszélik egymás között. Tudják, mi van? Állandó bunkó fideszes beszólások. Tudják, hogy mit jelent ez? Önöknek ennyit érnek a magyar családok. Ezt az 50 forintot. És tudják, csak ennyit tudok az önök nemzeti konzultációjával csinálni. Ennyit ér. Mert nem a magyar családokkal foglalkoznak, hanem ilyen szennyeket küldenek ki, hogy tudják idegesíteni a magyar családokat. Köszönöm szépen, elnök úr! Orbán hülyének néz minket. Bangóné Borbé Ildikó vélhetően ezt a mondatot szerette volna felfesteni a járdára egy korábbi ellenzéki tüntetésen. Aminket szóból a baloldali politikus azonban kihagyta a K betűt, így a feliratból Orbán hülyének néz minet lett. Hogyha önök kormányra kerülnének, akkor befogadnának menekülteket? Április 9-én válaszolok önnek erre a kérdésre. Igen.